Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig a TV App című podcast sorozat legújabb adása, amelyben a The Mandalorian első évadának a hatodik részéről fog nektek beszámolni. Műsorvezető kollégáim ezúttal is Ákos. Sziasztok. Gáspár. Öy. És a Filmbarátok podcastből ismert Gergő. Sziasztok. Ismételten szeretném megköszönni a hozzászólásokat, véleményeket, amiket kaptunk az előző adással kapcsolatban, meg annak is, hogy most már kevésbé toxikus így a YouTube komment szekció. Kíváncsiak vagyunk, hogy ezután a rész után vajon hogyan vélekedtek majd a Mandalorianról. Ugye már ezen kívül már csak két epizód van hátra az évadból, ugye, ha jól tudom. És hát nagy kérdés, hogy az évad elején elindított storyline az vajon halad-e valamerre, vagy egyáltalán folytatjuk-e még, vagy ott volt vége, ahol vége volt. Mindenesetre írjátok le a kommentben a véleményeteket az epizódról, de tudtok nekünk e-mailt is küldeni a tunap314@gmail.com címre, van Facebook oldalunk is, a facebook.com/radiotunap, Twitteren pedig az @radiotunap néven tudtok minket megtalálni. Ha tetszett az adás, akkor pedig Patreon oldalunkon tudtok támogatni, patreon.com/radiotunap. Illetve aki szeretne minket hallgatni Spotify-on, iTunes-on vagy SoundCloud-on, az meg tudja ezt tenni. A linket megtaláljátok a leírásban. Ákos, Gergő, Twitter fiókot szeretnétek reklámozni, vagy ezúttal már nem szükséges? Nem, mindenki tudja, ki ne, akarja. Hát, ha valaki pont ezzel kezdi a podcastet. Így van. Ez a kedves része, mondja Gergő. A podcastben. Jó, akkor Ákost a Lenoxas, aki Twitter címmel fogjátok megtalálni, és Ákos pedig elmondhatja az enyémet, hogyha tudja. Ajaj! Várjál! Gergőt az @cergo93-on tudjátok megtalálni. Nagyon gyorsan. Ötös! Ügyes. Nem, meg van nyitva neki. Ja, jó. Az a kezdőlap. Nekem az a kezdőlapom. Beindul a gép, és rögtön elindul. Igen. Jó. Na hát, és akkor beszéljünk ismét erről a részről, ami hát ismételten egy ilyen, hát kalandok az űrben gyakorlatilag, tehát nem haladtunk semmit előre a fő történetet tekintve, és hát gyakorlatilag teljesen felcserélhető ez az epizód az előzővel, meg az előttivel, tehát tök mindegy, milyen sorrendben nézed, mert ugyanaz a végeredmény. Az a kérdés, hogy mondjuk Gergő, szerinted ez most elég volt-e arra, hogy megéri ezt a 40 percet az életedből? Én nekem most úgy kb. Elégedett voltam. Tehát láttam hülyeségeket megint csak, de úgy összességében kifejezetten lekötött az epizód, szerintem főleg annak, hogy hogy az új csapattagok, vagy az új arcok egészen mókásak voltak. Meg örültem neki, hogy láttam újra Bobit a Sons of Anarchy-ból, meg Bill Burt. Ákos? Mindegy zuhany? Jöhet? Ne, ez kevésbé volt szar rész. Én ezt mondanám. Ezzel én is elvoltam, de olyan volt, mintha egy fehér falat néztem volna, hogy így oké, így el tudok lenni vele, de azért sok volt picit. Tényleg, amit a Gergő is mondott, hogy az új csapat az... Azt szerintem feldobta ezt a részt, főleg a casting. Tök jó volt ennek a résznek a castingja. És utólag jöttem rá, hogy most rá nem jövök, de az óriás csávó, hogy milyen neve, azt nem tudom. Burke. Hogy ő a Clancy Brown, azt hiszem, így hívják a színész, aki a Remény rabjaiban a börtönőr. És tehát ezek a karakterek feldobták ezt a részt, meg tetszett nekem ebben a részben egy ilyen, tehát ez a 80-as évekbeli horror hangulat, ami a rész felétől úgy tetten érhető volt. De ez is egy ilyen semmi. De ebben legalább nem voltak ilyen méretes nagy fasságok, azt tetszett. Meg a vége az mókás volt szerintem, ott is most csörögtem, hogy kibaszott velük. De ennyi ez a rész. Igen, yes. Hát nekem így ebből a szériából ez volt eddig a legjobban működő, meg tetsző rész. Azt mondom, hogy azért így globálisan nézve még mindig egy nagyon maximum középkategóriás, alsó középkategóriás valami volt, de az eddigi részekhez képest azt mondom, hogy ez így
mondjuk, hogy működött, és amikor arról beszélünk, hogy mondjuk lehetne heti kaland, vagy amikor én azt mondom, hogy lehetne normális Monster of the Week, vagy ilyen Villain of the Week dolgokat csinálni, akkor mondjuk egy ilyen részre gondolok. Mert szerintem ez a rész, ezt a koncepciót, ezt úgy teljesítette, nem mondom, hogy nem lehetett volna azért még jobban megírni, meg egy-két hülyeséget kiszedni belőle, de ennyi kell, hogy legyen valami kis sztori, eleje, közepe, vége, kész, és ugyanaz az alapfelállás az epizód végén, mint az elején. Igen, nem volt rossz rész, ennyi a nagy dicséret. Igazából tényleg a viszonyítás kérdése, tehát a Mandalorian eddigi epizódjaihoz képest ez valóban kimagasló, de mondjuk egy átlagos sorozathoz képest, ami mondjuk tényleg ilyen nem folytatásos, hanem heti új sztori, tehát ez egy ilyen 12-1 tucat kategória, tehát nem volt benne körülbelül egy eredeti ötlet sem, továbbra se. A karakterek azon kívül, hogy egyébként jó színészek játszották, nem nagyon voltak megírva, és mondom, a fő sztori szál, ami ugye az egészet mozgósítaná, az se haladt előre egy tapottat se, és akkor most mondanám a legnagyobb kritikámat, nem is feltétlenül ezzel a résszel kapcsolatban, hanem hogy az egész eddigi Mandaloriannál, hogy most már talán valóban egyértelműnek tűnik, hogy ez egy ilyen valóban heti, úgy értem, hogy új sztorit akar mindig elmesélni. Csak az a baj, hogy szerintem az alap kiinduló pont az nem alkalmas erre. Tehát, hogy hogy a Werner Herzog, aki valamilyen rejtélyes módon, ami birodalmihoz közel álló nagy fejes, aki keresi a Baby Yodát, akiből valamit ki akar nyerni, valami nagy erőt, tehát az egész egy ilyen nagy rejtélyre van felhúzva, hogy akkor vajon mit akar a Werner Herzog, meg mire képes a Baby Yoda. Én azt gondolom, hogy ez egy normál folytatásos sorozatnak egy egész jó alapkoncepció is lehetne. Csak ugye a második résztől fogva, vagy a harmadik résztől fogva úgy gondolta a Mandalorian, hogy ő most nem ilyen folytatásos sorozat lesz, hanem áttér erre a tipikus ilyen sliders, meg hegylakó, meg erre a szintre. Csak az alaptörténet az nem alkalmas erre, mert engem még mindig érdekel az, hogy mi fog ebből kisülni, és már türelmetlen vagyok, hogy akkor haladjon előre a fősztori, mert én nem erre szerződtem idézőjelben, meg a sorozat is, hát nem így indult, tehát fordítva kellett volna csinálni, hogy először ugye kalandok az űrben, megismerik a Mandalorian-t, meg megismerik a világot, az ő kódját, ugye megismerik ezeket a szabályait, hogy ő hogyan éli az életét, meg hogyan dolgozik, és akkor utána valahol az évad közepén, vagy kétharmadán beindulhatott volna a nagy történet, és akkor már nem akasztjuk meg ugye ezekkel a betoldott kalandokkal, amikből tényleg bármennyi lehet, tehát, hogy mivel semmit nem fejlődik se a karakter, se a Baby Yodához fűződő viszonya, se a nagy történet, ezért ezt még nézhetnénk 200 részen keresztül is, vagy itt ér véget, nem tudjuk. Igazából szerintem ez így ebben a formában elég szerencsétlen, mondjuk úgy évad struktúra, amit eddig látunk. Pont. Én azt dobtam be, hogy ha azt vesszük, hogy ugye az ő céljuk az volt, hogy egy ilyen 90-es évekhez hasonló, minden héten egy kaland stílusú valamit dobjanak be, akkor igazából az első két rész volt az a, vagy három volt az a megalapozás, ami megadja ugye azt a felállást, ami soha nem változik. Most a kiváló szupercsapat sorozat jutott eszembe, ami ugye mindig minden epizód elején elmondja a narrátor, hogy üldözik őt a törvény, és de ha baj van, akkor hívd őket. És ugye az volt a... nem lett jobb. Na szóval. Doktor Torok, és ez volt. Igen. És ugye az volt a 90-es évekbeli sorozatoknak, de mondjuk te Herkules Xena ugyanez, a struktúrája, hogy van egy valamilyen beállt status quo, csak hogy műveltek ennyi, ami ugye nem változott soha, tehát minden epizód elején valami kalandba belekeveredtek, vagy valamit esetleg egy kicsit úgy tűnt, hogy most akkor megváltozik, és aztán
az epizód végére visszatértél ugyanabba a felállásba. De pindur-pandurok, ugye, ez is mindig így történt. Ja, akár. Igen. És így egy kicsit olyan élményként fogható fel akár az első, nem tudom, 2-3 rész, mint ezeknek a sorozatnak az első része, ahol azért általában megtörténik ez a, hogy ők hogyan lesznek, vagy hogyan kerülnek bele ebbe a felállásba, csak ezt kb. Soha senki nem látta, vagy nem, mert egyébként volt 200 rész, amikor ez nem volt érdekes. Csak egyrészt ugye ez mondjuk 2019-ben már mi ez, minek? Másrészt meg amit András mond, az teljesen jogos, hogy azért ez a felrakott történet ez annál egy picit több, mint egy ilyen status quo alap. Tehát tényleg ja. Sokkal érdekesebb, hogy most akkor a Baby Yoda az tulajdonképpen mit tud meg szerintem. De ezt egyébként országos csatornás sorozatoknál úgy szoktak csinálni, hogy kb. Minden második, ugye országos csatornás sorozatoknál úgy van, hogy 23 rész van, 22-23-24. Úgyhogy ott van idő arra, hogy így bele-bele csempészedek két részenként a főtörténet szálból egy valami kis fonalat, hogy akkor hol is tart. Itt akkor szerintem minden részbe kéne legalább egy ilyen, mint az előző részben, hogy valaki besétál a rész végén, és vajon ki lehet ez? Tehát ilyen kis apró jeleket tehettek volna az összes részbe, és akkor tudjuk, hogy oké, valami történni fog valamikor, hogy így csináljanak valami foreshadowingot folyamatosan, vagy nem tudom, de hogy valamit tegyenek, mert ez tényleg olyan, mintha így egy helyben állna az egész történet, és nem történne azon kívül semmi, csak hát az, mint hogy egy Family Guy-t néznél. Hát igen, csak ez nem vicces, sajnos. Ez nem szórakozta. És igen, tehát mint egy ilyen olcsó semmit néznék, és ez... De én közben meg azt látom, hogy az embereknek ennyi elég, és lehet, hogy ez kellett a vérmes Star Wars rajongóknak, most senki ne vegye magára, de lehet, hogy tényleg ennyi elég, és lehet az alkotók gondolták jól. Én úgy gondolom, hogy ez szerintem egy tök olcsó húzás, és a rajongókat jó palira veszik, de ha így akarják a John Favreau-ék, akkor csinálják. Hát már pedig így lesz, mert hogy már azelőtt ugye megírták, és már elkezdték forgatni a második évadot, hogy egyáltalán az elsőnek a visszajelzéseit meghallgatták volna. Ha, igen. Tehát, hogy ez a sorozat nem fog változni rövid időn belül, vagy akár még a következő évadra, hanem most lehet, hogy már be is fejezték a forgatást, Pedro Pascal szerint egy napot töltött megint a forgatásra, és majd ahogy esik, úgy puffan elven. Tehát itt biztos, hogy nem fogják bevonni a rajongókat. A rajongókat lehet, hogy akkor vonták be, még amikor hallgatták a sírást a Force Awakens-nél, a Last Jedi-nál, meg a Rogue One-nál, meg még talán a Solo-nál, de friss, aktuális behatások, vagy éppensége reakciók tőlük nem lesznek. Hát meg annyira nem vállalt be semmit a sorozat, hogy biztosra mehettek, hogy ezzel nem fognak megbukni, mert tényleg így a legalapabb dolgokat megadták a rajongóknak, hogy a magányos fejvadász, a Boba Fett-féle karakter, akkor ilyen badass. Hála Istennek azért nem olyan szar, mint a Boba Fett ez a karakter. Tehát azért annyit a javára lehet írni, még akkor is, hogyha ez nem sok, cserébe kurva kevés, de legalább azért egy fokkal élhetőbb, mint a Boba Fett. Nem tudom, az a bajom egyébként még ezen Mandaloriannel, ami például megvolt ezekben a 90-es évekbeli sorozatokban, hogy nincsenek igazán nekem szerethető karakterek, vagy nincs, tehát hogy nem azért térek vissza hétről hétre, hogy akkor, hogy megnézzem, hogy az általam kedvelt szereplők ezúttal milyen kalamajkából, slamasztikából úsznak ki, vagy más. Hát, de te nem így vált a Jerry O'Connor karakterét a Sliders. Na, de hát pont ez a lényeg, hogy a Sliders, amit én tökre szerettem, én abban ez volt, tehát, hogy ott a John Rhys Davies, meg a Feka csávó, akik nem tudom, Khalid Arthur volt a szinkronja, meg a Jerry O'Connor, tehát, hogy őket bírtam, és lehet, hogy szar volt a rész egyébként, amit éppen történt, de hogy az ő karakterük az tökre működött, ugyanúgy meg tökre élveztem velük lenni, és annak például volt egy tökéletes alapkoncepciója, hogy ugye a dimenziók között ugrálnak, az első epizódban véletlen vagy hát majd, hogy nem tudnak visszatérni a saját dimenziójukba, és az egész sorozat arról szól, hogy keresik a saját világukat, és vissza akarnak oda térni. Na ez egy tökéletes ilyen heti sorozatnak a sztoria, hogy
hogy van egy általános célja a karaktereknek, amit minden héten el akarnak érni, de mivel nem sikerül, ezért ugye mindig más történetet látunk, vagy más világot látunk. Most ugye a Mandalorianben, most a Mandalorian figurája azon kívül, hogy amikor kovácsolnak körülött, akkor ilyen Leslie Nielsen flashback-ei vannak, nem tudtunk meg. A Baby Yoda, ahogy mondtam, semmit nem fejlődik, tehát emiatt most miért térjek vissza hétről hétre? Azért, mert az a cím, hogy Star Wars, meg láttunk egy vileket, meg egy ilyen ördögfejű, nem tudom micsodát. Ez a negyedik részben volt ez a karakter amúgy. Tehát, hogy ezt a dizájnt hasznosították újra, sőt az a Zero nevű droid, az is volt az új reményben, mert tegnap láttam úgy, hogy felfedeztem. Úgyhogy, hirtelen azt hittem, hogy a Mandalorian negyedik rész miatt a rákhalászok körött volt valami. Nem. Újra néztem tegnap, hogy az ébredő, vagy bocsánat, az új reményt, ugyanaz a kettő. Ez szándékos, ha tényleg elnézést kérek, és így néztem, hogy még újabb remény. Ja, amúgy, most már értem, hogy ahogy a Favreau-i valószínűleg úgy írták ezt a sorozatot, hogy közben így loopban ment a háttérben egy ilyen háttérzajnak az eredeti trilógia. Ami nem lenne baj egyébként, csak Csak tudod, ilyen design elemeket vesznek ki, meg karaktereket, meg mit tudom, és valószínűleg éppen a Yoda verte az R2-D2-t, amikor megalkották a Baba Yodának a karakterét, tehát éppen a birodalom visszavágva. Okay. Mert ugyanilyen infantilis hülyeség az egész. Nem, a Baby Yoda amúgy fejlődött. Ő most már egy horror karakter, mert tehát tudod, így oda néz, aztán elteleportál, és aztán utána egy eltűnik, és így keresik utána, és be van tőle szarva a Zero, a droid. Ráadásul. Ez teljesen értelmetlen jelet volt. Fantasztikus amúgy. Na jó, szerintem kezdjünk bele a rész kibeszélésével. Ugye ahogy már az előző héten felvetettük, ezúttal is Rick Famuyiwa ült a rendezői székbe, akinek eddig talán a legjobban rendezett epizódot köszönhetjük, ugye a másodikat, mármint, hogy nem az volt a legjobb rész, de jól volt megrendezve, és itt is egyébként szerintem viszonylag korrekt munkát végzett, meg itt ugye a forgatókönyvet is félig ő írta, tehát nem a John Favreau meg Dave Filoni féle horrorpáros ült a Word elé, hanem olyan, aki tudja. Hanem a Thor 2-nek az író. A Thor 2 író, és úgy tűnik, hogy annyira alacsony van a léc, hogy még ő is ilyen, ő is az egyik legjobb epizódot tudta leszállítani. A Thor 2-ben volt egy jó poén, amikor kalapácsot felakasztotta a kalaptartóra, tehát hogy körülbelül ennyire emlik a amúgy a Ragnaröknek is ő volt az írója részben. Na, tehát a Taika Waititi mellett ott volt. Akkor így már értető. És akkor, hát ugye kalandog az űrben, tehát pénz kell a Mandaloriannek, úgyhogy egy régi ismerős az ellátogat. A neveket megint nem írtam fel, úgyhogy legyen Csúlya Imre. Tehát Csúlya Imrehez... Bobby. Hm? Igen, ő volt Bobby a Sons of Anarchy-ban, de amúgy a karakterneve Rezar Malk. Jó, tehát Csúlya Imre. Csúlya Bobby Imre. És akkor ő megbízza egy feladattal, hogy egy régi harcostársukat kell kiszabadítani egy ilyen köztársasági hajóról, ugye? Uh-huh. De egy ilyen börtönhajóról. És azért, mert az ő Mandaloriannek az űrhajója képes arra, hogy észrevétlenül be tudjon szivárogni. Annyira jelentéktelen a dizájn. Nem veszik észre. Igen, ebből a Combine-ból senki nem gondolja, hogy ezeket hoz. Nekem inkább ezek a hippi buszok jutnak amúgy eszembe róla, ezek a Volkswagen hippi buszok. Hát, nem. Azért, mert városi vagy, nem? Ez egy traktor, vagy egy kombány? Mondja ezt a budapestit, nem hiszem el, hogy városi. Ne sértegesse! Gáspár vidéki! Kikérem magamnak a budapesti szerint. De egyébként itt volt egy utolsó gyedi utalás, azt észrevettétek? Nem? Ja igen, megemlítették a kaszinó bolygót. Igen, hogy ez az űrhajó úgy néz ki, mint egy Kento Byte-i játékgép. Igen. Ó, tényleg. Miért hittem azt, hogy Kento Byte az a Tatooine-on van, volt egy agyleállásom, de akkor... Nekem fel se tűnt, én rögtem azon, hogy végre valaki elképzel ezt a szarhajót, és... Utolsó Jedi-kes. Jó, Ákos, te láttad csak azt a filmet egynél többször. Jó, nem igaz, én is kétszer láttam már. Ákos még minden héten újra nézi, tehát... Én tegnap is újra néztem. Jaj, egyébként. Bocs.
Jó. Ne szakítsuk fel rég is ezeket. Lehet. Na, szóval igen, megismerjük a nagy csapatot, igen, ilyen tipikus 80-as évek. Itt van Bill Burr, itt van Tonks, ugye a Harry Potterből, ő volt az a... Vagy Osa. Vagy Osa, Osan, ő volt a Twi'lek, aztán itt volt a csávó az IT Crowdból, akinek nem tudom, mondjam, hogy a haja hogy fért be a sisak alá, és... Na, hogy rövidem neki. És egyébként én nem néztem SpongeBobot soha, de ugye a Clancy Brown volt a hangja a ráknak, tehát magyarul rák Jenő egyébként, én a Wikipédiából azt szűrtem, hogy rák Jenőnek hívják a magyar szinkronban. Én nem nézek SpongeBobot, mert szerintem az egy személyben felelős a fiatalság elbutulásáért. Tehát így nekem abszolút nem. Mindegy, akkor legyen rák Jenő, jó, a Clancy Brown. Tom Clancy Brown. Igen. És... ja, igen, még annyi, hogy a Bill Burr figurájára kiderült, hogy ő egy ilyen ex-birodalmi mesterlövész, és ott volt egy beszólás, igen, hogy nem rohamosztagos. Értjük. Szóval ennyire alacsonyan van a létsz, hogy még ennek is örülünk, hogy van egy közepesen jó poén. Meg annak, hogy színészek játsszák el a szerepeket, én annak örültem. Igen, a Bill Burr az igazán nagy színész. Jó, hát azért az eddigiekhez képest igen. Szerintem, amit kellett, azt lehozta. Jó, hát jobb, mint az előzőben a Chad, tehát ahhoz képest valóban előrelépés. Bár az vagy nem ordította annyit a Bill Burr, mint amennyit elvártam volna tőle. Hát tehát, azért Disney, igen. De azért azt úgy adtam volna, még, hogy nem tudom, hogy találták meg a Bill Burr-t. Tehát, hogy oké, hogy vannak neki alkalmanként mozgóképes szerepei, de egy stand-up-ost a Star Wars-ba berakni, tehát olyan számomra weird. Louis C.K.-t kínos lett volna. Ő a Bordnak jó lett volna, vagy Birdnek jó lett volna, amúgy szerintem a Clancy Brown helyére. Igen. Vagy a Twi'lek lánynak a szerepére. Ez a Sarah Silverman lehetett volna. Kéne egy ilyen Mandalorian rész, hogy csak ilyen stand-uposok, hogy Bödöcs Tibor, meg Kőhalmi Zoltán, meg ilyen. És a Baba Jodát és pedig így előadhatta volna a George Carlin. Édesem, 20 év halad, de nem baj. Hát, na jó, igen, és akkor beindul a tipikus 80-es évekbeli ilyen adokkapok, hogy akkor így beszólogatnak egymásnak, meg le akarják venni a sisakját, lögdösödés van, és akkor... Lögdösülés. Igen, hát körülbelül ennyi. És akkor megtalálják... Koncerten lennének. Megtalálják a Baby Yodát, mindenki nagyon néz, hogy ez mi a fasz. De aztán szerencsére ez még csak egy ilyen foreshadowing, hogy majd később ez még fontos lesz, hogy Baby Yoda szerepet vállal az epizódban. Igen, és akkor megérkeznek a börtön hajóra. Eddig van valami megjegyzésetek, vagy még... Az előbbihez még hozzászólnék, hogy ott megint volt két jó beszólás a Bill Burr-nek, az egyik a gangenes. Ja, igen. Igen. A másik meg, hogy amikor ránéz a Fülekre, meg a Mandalorianre, meg a Baby Yodára, hogy ezt ti kette osztáltak össze. Tehát, ezen az epizódon többször elmosolyodtam, mint az egész sorozaton eddig. Tehát köszönöm Bill Burr-nek, hogy itt van. Igen, én gondolkodtam amúgy, hogy ezek mennyire voltak megírva, vagy mennyire Bill Burr improzta őket, vagy akárki más improzta őket. Szerintem amúgy meghallgatták a Bill Burr-t, vagy nem tudom, tehát ott a forgatásnál, hogy elvileg sorozat úgy, hogy kapkodni kell, gyorsan kell dolgozni, de én biztos vagyok benne, hogy azért egy picit hagyták érvényesülni a Bill Burr-t. Nem, mert tényleg pont ezek a gangenes is, a műzé is, ez a birodalmi rohamosztagosos poén, és ez annyira meta, hogy annyira semmiből jött, hogy eddig nem voltak ilyen poénok egyáltalán. Uh-huh. Szerintem, ami így ennyire ilyen kikacsintós a néző felé, hogy hát érted. Hát a Holiday Special utalás, ne felejtsd el. Hát az a baj, hogy azt inkább tűnt úgy, hogy ezt komolyan gondolják. De, ja. Hát ezt nem tudhatjuk, hogy most tényleg a Rick Famuyúval, vagy a Bill Burr, vagy John Favreau, de minden esetre örültök annak, hogy kicsit önreflexívé vált az egész, bár most az, hogy tehát a gangeres poén szerintem
nem volt vicces, csak azért volt vicces, meg Gangen, és akkor már elkezdtél ettől röhögni. De... Hát igen. Az elég, nem? Hát igen, csak hogy ez igazából azt a filmet ítéli el, tehát hogy kimondod, hogy Gangen, és akkor mindenki röhögte. Én kifejezetten egyet tudok érteni ezzel, és azonosulok vele. Jó. Igen. Én inkább azon gondolkodtam közben, hogy így felvetették a háttérben, hogy ugye a Mandalorian meg a Twi'lek csaj között volt valami. Nem részletezték annyira, hogy micsoda, nem látta a nő az arcát, hát miért látta volna, de hogy most, hogyha ezek szexeltek, akkor így rajta maradt a maszk, és minden más levett. Vagy... Igen, ezen gondolkodtam én is, és ja. Hát, biztos a nő is kalapácsolt. Jó, oké. Okay. Jó, hát ez a következő részből fog kiderülni majd a de egész rész arról szól, hogy ők hogyan jöttek össze, ugye majd Taika Waititi rendezésében. Azért megnéznék egy ilyen Mandalorian-t amerikai pite műfajban, hogy a fiatal Mandalorian és a Twi'lek csaj, hogy el akar jutni a Twi'lek csajhoz a Mandalorian. Ja, a nagy nyári szünetben. Nézi a Mandalorian a YouTube-on a csajozós videó, hogy kacsincs rá, és így azt meg én azt nem tudom, hogy mosolj. Hát, nekem amúgy ez a poén tetszett, amikor a Csúlya Imre mondta neki, hogy mi ez a kifejezés az arcodon? Tánhála? Ami egyrészt tehát nekem azért, tehát az ilyen dupla, az egy jól megírt poén volt, bazdmeg. De ez most így nem tudom, hogy honnan jöttem hirtelen így a hatodik részre, hogy így az egészet így fogtam fel. Tehát, hogy ilyen idétlenkedést én a Taika Waititi epizódnál várnék. Igen, én is ezért gyanítom, hogy itt azért a szereplők kaptak. Vagy hát, mert tényleg így írásban, tehát annyira a semmiből jött, hogy tudom, meglepő. Hát a Thor Ragnarök írója, ennyi. Tehát, jó. Ez, örüljünk ennek, hogy ez volt. Abszolút. Legalább bármi, azért én talán is azért megjegyezném, hogy nem kell ájulni, tehát ezek nem voltak persze. Ilyen hasfaszaggató poénok, csak az eddig ilyen karót nyelt papírízű szarok után végre valami élet történt. Hát hogyha mindig ilyen lenne, akkor amúgy szerintem amúgy mindannyian legalább minimum ellenérzés nélkül ülnénk le. Elé, mindenes epizódhoz. Ja. Igen. Tehát, hogyha már nem gyűlölöd, akkor az már egy jó dolog. Tehát ez már ez a Walking Dead-es mentalitás sem, hogy megint azt veszem elő, hogy már annak örülök, hogyha nem utálom az epizódot. Hát igen, a Mandalorian az ilyen lett sajnos. Már csak talán két az utolsó részre. Talán az utolsó részre nem utáljuk ezt a sorozatot. Várja, a következő részt azt a Deborah Chow fogja rendezni. És feltűnik benne a Giancarlo Esposito. Igen. Most már tényleg? Vagy nagy főgonosz? Igen. Most az... csak a füle, vagy a orra? Igen, nem, az Boba Fett. Vagy az egyik szarkalába? Csak a fél feje. És akkor megérkeznek erre a börtönhajóra. Van egy kis akcióját, hogy ott a Mandalorian elintézi a droidokat. Szerintem az tök jó volt egyébként. Ja, csak én még mindig nem értem, hogy mi a fasznak kell lángszóróval neki esni a droidoknak. Tehát, hogy... Jó, annak semmi értelme nem volt, hogy egy droidot mitől gyulladt fel, azt én is elismerem. De még akkor is, hogyha felgyulladt, tehát hogy annak kurvára mindegy, az szerintem legalább egy 3-4 perc, amíg bármi baja lesz tőle. De mindegy, ez csak az én hülyeségem. De a többi tényleg fasza volt, cool volt, jól volt felvéve, tök jó voltak ezek a kis felvételek, amikor ugye lyukon keresztül néztük, ahogy elvonulnak, vagy a lőtt lyukon keresztül, de ez tök jó volt. Nem, én azt éreztem egyébként most a maradva a lángszórónál, hogy tényleg tehát ugye nem nagyon van értelme effektíve, hogy ott miért lángszórózik, csak valahogy itt jobban azt éreztem, hogy úgy jött ki a mozdulat, hogy éppen azt a fegyvert tudta előkapni, vagy azt tudta ráfogni, nem úgy, mint az első részben, amikor teljesen indokolatlanul lelángszórózta a rohamosztagost, mikor ott volt nálam ugye a fegyver, és volt pont annyi szabad keze meg mozgástere, hogy sőt, egyszerűbb lett volna lelőni. Úgyhogy meg a madzak puska is itt tetszett, ahogy azt használta, úgyhogy megint valaki már látott akciójelenetet, úgyhogy... Hát a famuiva megint, szerintem. Tehát, hogy itt azért látszik, hogy ő azért egy picit másképpen áll neki ezeknek az epizódoknak, meg jelenleknek, mint a többi.
Hát akkor de mondjuk csinálja ő, vagy nem tudom. Én nem bánnám. Tehát, hogyha most ez a csábó az, aki amúgy így Flash-t is rendezhetett volna, én most már lehet, hogy picit sajnálom, hogy nem rendezett Flash-t. Hát majd nézzétek meg a Dope című filmét, az szerintem így az utóbbi évek egyik legjobbja, úgyhogy az tényleg egy olyan film, ami wow. Na, azt majd szeretném amúgy. Csak tudod, hogy mindig így szem előtt van, sose jutok el odáig. De majd most lehet, ja, most hogy majd azzal leöblítem, ja, majd azzal leöblítem a kábítószerre, a kábszerre. Igen, tehát a Mandaloriannek a eddig egyetlen pozitívuma, hogy látsz miatta egy jó filme. Szerepelt is egyébként a részvégén a művész úr. Jaj, de hagyjuk. Három tripla cameo volt, tehát ugye a Deborah Filoni is, nem? Dave Filoni, meg a Rick Famuival a három X-Wing pilóta szerepében. Ja igen, ők voltak azok? Aha, igen. Nekem nem tűnt fel, csak így most néztem a stáblistát, és akkor láttam, hogy oh, wow! Hogy ők voltak azok, de annyira nem érdekel, hogy most megnézzem újra, hogy lássam az arcokat. Tudod, hogy rossz vagyok. De politikailag korrekt, tehát egy ilyen, nem tudom, mexikói csávó, meg egy kínai nő, meg egy fekete, tehát hogy mindenki megkapta, amit akart. És akkor igen, megtörtént az akcióját, és akkor ugye az lett volna a terv, hogy nincsen ember a hajón, de hát mégiscsak találnak ott egy ilyen, egy hogy hívják ezt, lázadó. Davan. Ja, hogy... Hát úgy hívták a karaktert, hogy Davan. Ja, ez is olyan okay, Star Wars-os. Persze, jó. Jó, Davan! Te vagy, ez én, jó, ezt engedjük el. Ezt megvágjuk ki. Oké. Nem, Gáspár egyetem olyan könnyű műfaj, nem, hagyjuk. Igen, és akkor... Aki okay, egyébként ezt nyilván nem magamtól tudtam, mert fogalm nem volt. Ő volt a Clone Wars című sorozatban Anakinnak a szinkro hangja. És ő lesz. Mert ugye lesz még egy évad. Ó, azt hittem, annak már rég vége. Hát vége van, de lesz még egy új évad. Első részben. Ja, ott nem figyeltem be. Nem érdekel nem a Clone Wars. Hogy ne figyeljél, ha ja, el. Bocs, hát Star Wars, akkor kikapcsolok abszolút, nem? Ugye nem vagyok igazi rajongó, ezt már megírta egy kommentem. Egyikünk sem az. Nem értünk hozzá abszolút. Aki kizé kívülre tudja a Wikipédiát, na az talán megszólalhat Star Wars ügyében. Nem, tudod? Az se szólalhat meg, akinek tetszett az ébredő erő. Ja, igaz. Tehát akkor a kritikusok 90%-a az nem szólhat semmi Star Wars ügyében. Hát szarok a kritikusokra, hát majd én megnézem, aztán majd a Encore kommentek alapján megítélem. Úgyis le vannak fizetve, ugye? Tehát a Disneynek nincs más dolga, mint a magyarországi kritikusoknak pénzt küldeni, hogy írjanak. Mi is ezért vagyunk csekkfejek, mert minket nem fizetnek ki. Hát a ébredő erő neki fizettek, Last Jedi-nál nem, úgyhogy azt azért fikázzuk folyamatosan. De engem fizettek. Ja, jó. Jó, neked megjött? Ez így van. Ákosnak hetente utal. Na, nyílt, naponta, de kérdezgetik itt, hogy miért nem a Watchmenről beszélünk ezért. Tehát, hogy közben kapjuk a fizetést. A Lindelof az túl sóher. Amúgy a Watchmen filmet is megnéztem tegnap, úgyhogy azzal is nagyon képben vagyok. Na, király. Melyik a 5 órás verziót? Vagy a rendezőit néztem meg, a 3 órás. Hát az Ultimate ugye a hosszabb, de az csak annyival hosszabb, hogy van benne egy ilyen szar animációs rész, amit én nem értettem. Nem értem azt a történetet egyáltalán. Úgyhogy képregényben van. Igen, benne van, de abszolút nem értem, hogy mire jó az a történet. Úgyhogy a Directors az ugyanaz, csak nincsenek benne ezek az animációs részek. És úgyhogy láttam egy csomó kék kolbászt. Tök jó nekem. Ezt néha a Spárba is látsz, csak ugye nem annak szántek. Újra címkézik a lejáratát. Oké. Megint más érdekesebb dolgokról beszélünk, mint a Mandalorian, de hát ezt már megszokhatták a kedves hallgatók. Szóval igen, akkor ledöbi a Tonks a izét, a Anakint, és akkor... De az még... És még mindig értem, hogy miről van szó. Igen. De aki most kapcsolódik benne, az mi, hogy Anakin feljött a Mandalorianben, úristen. Egyébként nekem ott tetszett, hogy a Mandalorian elkezd tárgyalni, hogy most akkor én lerakom a fegyvert, és nem kell meghalnod, és azért... Van szíve. De nem, hogy ez nekem tényleg egy olyan pillanat volt, hogy így értem, hogy... Tehát, hogy ez sokkal inkább egy működő
megjelenítése annak, hogy ő már nem az a szívtelen zé. Aki sose volt. Bégyékos, akit igen, aki elvileg volt már, mi sose láttuk, csak mindenki igen, erről beszél. Igen, bemondásra ment. Igen. Hanem most már nem tudom, így törődik a másik életével, meg stb. Nem tudjuk, hogy miért, de... Ez egy fejvadásznál amúgy szerint egy eléggé szar húzás amúgy, vagy hozzáállás. Nem tudom, nem feltétlenül. Tehát, hogyha... Nekem amúgy ez a sorozat eddig, hogyha összegeznem kéne, akkor arról szól, hogy hogyan követel karriergyilkosságot a Mandalorian, mert az meg minden megbízását elrontja, minden megbízóját megöli, és egyáltalán semmi olyat nem csinál, amivel rászolgálna a jó hírnevére. És egyébként meg béna is, tehát hogy jó, ebben a részben pont mondjuk sikerült. Kompetens volt a rendező, úgyhogy a Mandalorian is kompetens. Igen, nem azt láttam, hogy egy szerencsétlen balfasz, aki kettőt nem tud lépni. Hát lehet, hogy most Pedro Pascal először bújt a jelmezben. Ja, igen. Szerintem nem volt más dolga. Én azt tippelem, hogy az ő volt egyébként. Azért tök mindegy. Ilyen gárdához, meg ilyen le tud jönni a létrán, amikor egyszer le kellett jönni jelmezve, nem úgy nézett ki, hogy így... Milyen nőgyűlölő fasz? A Bryce Dallas Howardnak bezzeg nem volt kedve elmenni, meg ott a romantikus szál, tehát ott a szegény színésznő is valami random statisztát simogatott a páncélon keresztül. Hát a színésznő sem volt sokkal több egy random statisztán. Tehát azt a Twilight-ból jött, úgyhogy életműdíjat adjunk neki már most. Aki nem tudja, miről van szó, ugye jött a hír, hogy Pedro Pascal nagyon keveset van valójában a képernyőn, és hát inkább egy komoly szinkron munka volt ez neki, amit valószínűleg a WC-n ülve Skype-on rögzített. És... még annyi energiát csetett bele, mint mi a TV-ába. És nagyon nehéz, még annál kevesebbet beletenni, de nem is sikerül. És valószínűleg 100 milliószor több pénzt keres vele. Hát a 0-100 millióval megszorozza. Igen, az mindig nulla. Hát neki egy szerelem projekt volt, tehát mégis erre vágyott, hogy elmondja 3 mondatot egy epizódban. És akkor megtörténik a nagy árulás, miután kiszabadították ugye a Quint, ezt egy nevet írtam fel, hogy Quint, ugye a Twileknek a bátyját, Mandalorian bezárják, és akkor micsoda fordulat, tehát elárulták az erköstelen csorzsoldosok, tehát kiitte volna. És akkor beszéljünk arról, amit én nem értettem, amikor a Zero nevű Richard Ayoed, ugye a robot, bocsánat, droid, az ugye elkezd kutakodni a Mandalorian hajóján, és akkor látja az Apollo Creednek az üzenetét, aki mondja, hogy akkor le kéne szállítani a zsákmányt, és akkor ő valószínűleg ebből valamit összerak a fejében, hogy ez a kis Baby Yoda, ez értékesebb annál, hogy ugye a szekrénybe tároljuk, és akkor indul egy 10 perces ilyen keresgélős jelenet ott a hajón, amit nem tudtam nagyon hova tenni, hogy ezt most így miért majdnem kell. Olyan izgi voltam úgy, mint a Jurassic World 2-nek a raptor elől menekülős része. Tehát így ugyanolyan horror volt, így féltek a raptortól, csak itt a Baby Yoda volt az. Kis zöld szar, ami megfertőzték, bakteriálisan, vagy bármi. A szörnyecskékre emlékeztetett, abból volt ilyen nagyfülű kis szörnyeket keresgéltünk, aztán itt nem volt, hogy bedugta a fejét az asztalá, és ez meg leharapta. Azt csak kivágták. Ja. Majd Lukasz, majd beilleszti utólag. Mikor a technika ott fog tartani, ahol ő szeretné. Ja, igen, tényleg. Igen, mondjad. Ja, nem, csak így, amikor a technológia ott fog tartani, tehát, hogy már biológiára ki tudunk tenyészteni ilyen kis szörnyetegeket, és lesznek robotok, amiket meg tudunk etetni velük a kamera előtt. De hát figyelj, ha kifejlesztik a Baby Yodát, akkor az a világ legnagyobb üzlete lesz. Hát minden család kell egy Baby Yoda, persze. Most is, én jelenleg is azt érzem, hogy ez a Mandalorian, ez egy kibaszott drága reklámfilm, amivel a Baba Yodát a karácsonyi szezon csúcs termékévé tették. De múltkor jött a hír, hogy ebben az évben már nem fogják kiadni a Baba Yoda merchandise termékeket. Azért csak kiadták. Micsoda? Van. Azért utána meg megszáfolták, hogy de lesz, meg van. Tehát, hogy valahogy szerintem találtak még egy olyan kínai üzemet, ahol tudnak ébérért dolgoztatni embereket túlórába. Pontosan, te abszolút. De mi? Hát voltam valahol találtam online egy ilyen hivatalos Star Wars shopot, és ott ilyen babajodás pólókat árult. Ja. Olyanok vannak, bármit hivatalos szerintem, ilyen Disney termékeket szerintem csak jövőre az fognak. Az Disney volt.
Az hát Disney sok. Hát nem hülyék azért nyilván, tehát, hogy ennél népszerűbb terméket, te el tudsz képzelni karácsonykor, szerintem szaloncukorból nem vesznek ennyit Magyarországon. Szegény szaloncukrok. Baba jöde szaloncukrot akarok, hogy mindig learaphassam a fejét annak is köcsögnek. Jó, nem, nagyon cuki, tényleg nagyon cuki. És ebben a részben még ide is ejtették, kicsit örültem. És reméltem, hogy így belerúgnak egyet egy focilabdába, és akkor visszapattam. Hallod, Léci, ne? Tehát ott majdnem megállt a szükem. Már most is kihagyott egy ütemet. Annyira manipulatívan idegesít már ez a Baby Yoda, sajnos. Részről egy része egyre jobban felbasz. Gügyeskedik, jaj, de cuki, csináljál már valamit, bazd meg. Jó, oké. Bocsánat. Szóval... De mi most a kezével így lézert lőtt ki, és szétúrantotta a Zero fejét. De hogy is. Tudom. De azt hitted már, hogy végre csinál valami, de ezt is elvetted tőlem, ezt az üremet. Azért az... beszartam volna, hogyha hirtelen átmegy ilyen rampage üzemmódba, és ott így megöli a Zero-t. Azt hittem, az kurva vicces volt, hogy ránéz a kezére, hogy mi a fasz volt ez. Az nekem egy jó Baby Yoda cuki pillanat volt. Azt ott megszólalt volna a Baby Yoda, hogy én vagyok Jézus. Jézusom! De vajon ez a sorozat hányszor akarja eljátszani azt, hogy azt hitted, hogy valamit ő csinált, de nem. Tehát, hogy ez most kb. Először, nem? Nem. Hát az első részben is, amikor mutatják először a Baby Yodát, hogy lelövi a Taika Waititi, jaj, nem ölötte le, a Mandalorian ölötte le a Taika Waititi. Jaj, azt hittem, hogy csak a Baba Yodánál mutatják ezt, de jó. Jaj, meg a Gina Carano-nál is a negyedik részben, hogy azt jelenti, hogy lelőtték Baby Yodát, de nem. Gina Carano ölötte le a Bounty Hunter-t, és most is. Tehát egy film technikai nyelvet ismernek, és azt így folyamatosan ismételgetik, hogy ez kreatív. Mert ilyen még nem volt korábban a Star Wars-ban. Új vizekre ev ez a széria. Új részeit ismerjük meg a történetnek. Kifordította az elvárásaidat, mint Rian Johnson, ugye? Subverting expectations. Lehet, hogy titokban ezen dolgoztak a Benioffék, és ezért szartak a Trónok harcára. Ja. Hoppá, kimondtad? Rögzítve szartak a Trónok harcára. IGN cikk. Igen. Headline. Magyarország legnagyobb trollokarca rajongója szerint is szara. Kábi Gergő tudhat valamit. Vajon nem megerősítettek a forrásai? 200 komment. Jó. Dumbest Dumber. Ekkora ötlet. Még rúgjunk bele még egy kicsit a rajongóba. Hát ők eleget rúgdosnak, úgyhogy nem baj, ha valaki visszarúg néha. Na, és akkor kiszabadul a Mandalorian valamiért úgy, hogy a cella belsejéből is van egy kulcs. Jó, az menő volt szerintem, ahogy azt a droidot elintézi, és mondhatni meg. Jó, hogy folytogatta a kötél el a droidot, és azt fuldogolt, szegény. Igen. Kurva nagy ötlet volt, tényleg. Nem az, csak ilyet még én nem láttam Star Wars-ban, hogy nem maga a droid nyitja ki az ajtót, hanem egy fickó lefejezi, vagy hát lekezezi a droidot, és az ő kezét meghekkeli, és azzal hekkeli meg az ajtót. Tehát, hogy ez annyira, tehát nekem ez tetszett, hogy végre nem az ártó csinál ilyet, hanem akkor... Ja, amúgy belegondolva egyébként semmi értelme nincs, mert érted ez? Na, nincs. Ez egy olyan dolog, hogy van egy minden nyitó USB pendrive-od, és ez bedugod az ajtóba, de attól még te nem tudsz azzal, Nem tudom üzemelni, persze igen, tudom. Tehát, igen, hogy oké. Okay. De egyébként az nekem is tetszett, az is, hogy ott hogyan jön ki, meg hogyan intézi el a droidot, az megint egy ilyen ki van találva. Voltak benne fasságok, de legalább valami ötlet volt. Én azt hittem, hogy bátrak lesznek, és húznak egy olyat, hogy mondjuk egy 100 évig ott ragad a hajón, és mire kijön addigra a Baby Yoda már egy ilyen tínédzser vagy valami, és majd ő ott így harcol. Ezt most találtam ki, nem bízok, nem biztos benne. Okay. Ja. Igen, és akkor nézem, hogy jaj, a sok fordulat közül vajon mi történt. Valamiért... Hát egyesével elkezdi levadászni a zsoldos csapatnak a tagjait, tehát igen, olyan le, mint az Alien, inverse-ben, mert ugye most itt a főszereplő a vadász, és a
a többiek az űzött vad, úgyhogy beindult a stroboszkóp, meg a piros fények, meg a sziréna hang, úgyhogy akkor van egy akcióját a izével, Clancy Brown-nal, Tonks-szal, Bieber-re, mindegyikkel elbánik. Ezek úgy viszonylag korrektül voltak, szerintem felvéve tetszett az az ajtós megoldás, hogy akkor egyszer ábaszta az ajtót az ördögre. Megint kellett ilyen ajtós megoldás. Gáspár már háborgott rajta egyet az első résznél. Igen, de ebben volt ötlet legalább. Hát mert itt, igen, itt volt értelme, tehát hogy itt na, itt rábaszott egy rohadt nehéz ajtót egy olyan valakire, akit láthatóan, hogy hát mondjuk jó, akkor azt hittük, hogy meg akart jön, ezt a kiderült, hogy nem. De hogy itt igen, itt rendben volt. Azért megnéztem volna, hogy tényleg ott szétcsonkolja, meg trancsírozza az egészet. De pont ezt akartam egyébként mondani, hogy itt nekem rendben volt, mert itt koncepciózusan ugye az volt, hogy nem látjuk őket meghalni. Aztán ugye kiderül a vége, hogy miért nem. De hogy engem az nem zavart. Itt nem zavart az, hogy nem látom, hogy meghalnak, mert azért nem tudom, PG vagy akármi. Uh-huh. Hogy, bocsánat, hogyha már itt tartunk, én nem értettem, hogy most oké, a végén mutatták, hogy ott ülnek az izébe, a cellába, és tehát, hogy nem maradt senki a hajón, nem? Tehát most ülnek egyedül egy ilyen... Ők még visszatérnek. Akkor azt kellett volna, hogy megint a csizma bejön. Meg ugyanaz a kameramozgás, és akkor elemzik a rajongók, hogy hány csavar ja, van a ruhájában. Várjál, és az ajtónál ugye csak így a tetején lehetett átlátni, és valaki oda fölrakja a csizmáját egy ilyen kis fiabban. Nem, szerintem szerintem maradtak egyébként droid, tehát nem írtották ki az összes droidot, szerintem azon a hajón. Szerintem is maradtak meg, hát valószínűleg kiment az a distress szignál, tehát hogy jó, oké, hogy ugye követték őket máshova, de gondolom azért így tisztában vannak vele, hogy hol indították ezt el. Hát vagy mindegy, tehát hogy előbb-utóbb azért valahogy a új köztársaság össze fogja szedni ezt a hajót, tehát jaj. Ez nem izgalmas. És akkor elkapja a Quint, majd most jön az előbb említett vicces Baby Yoda jelent, amikor azt hiszük, hogy a Baby Yoda ismét használja a képességeit, de nem, Mandalorian szétlötte a droidot, és akkor visszatérnek Csúlya Imréhez, megtörténik a kifizetés, és akkor mikor már éppen távozott a hajóval a pénzzel, utána döntenek, vagy utána mondják, hogy akkor meg kéne ölni. Ezt miért? Nem értem, hogy ez miért így történt. Hát hogy indokolt legyen, amiért szétlövetik az egészet. Mi? Hát, hogy a bázist, ahol vannak, ahol vannak a Csúlya Imréjék, így valahogy meg kellett indokolni, hogy mi is azt érezzük, hogy nem azért löveti szét a Mandalorian, mert egy rohadt köcsök, hanem azért, mert önvédelem. Még akkor is, hogyha nem tudtam úgy, hogy hirtelen önvédelem lesz szüksége. Én tudom, hogy át akarom vágni a fejvadásztok, először nem adom neki oda a pénzt, hanem először kigyírom és megtartom a pénzt. Nem? Hát jó, de ugyanakkor meg, hogyha egyből neki mész, akkor tudja, hogy támadsz. Ha meg ejteted vele, hogy... Így is tudta. Jó. Tehát nem jött be. Mindegy, én is hadd kössek már bele valamibe, tehát jó. Ez nekem fura volt, hogy odaadom a zsák pénzt, majd utána eldöntem, hogy akkor kinyírom. Tehát... Nem kapottam úgy sok pénzt, tehát egy kis... Nem tudjuk mennyi. Szerintem három fillért kapott kávé, hát, vagy 50 centet. Nem lehet meg, ez? Jaj! Bocsánat. Igen, és akkor furfangosan ott hagyta azt a jeladót, amit a X-Wingek ugye követnek, és akkor megjött a három rendező, és akkor elpusztították. Volt egy kicsit kevés? Az a három? Tehát, hogyha már így tényleg egy ilyen börtön lázadás vagy szöktetés megy, akkor valószínűleg egy nagyobb crew csinált, akkor nem három X-Winget küldök rá. Hát ennyi rendező van. Igen, tehát többi rendező nem értek. Pedig Taika Waititit megnéztem volna egy ilyen X-Wing kokpitben. Hát vagy Bryce Dallas Howardot. Vagy John Favreau. Vagy Bryce Dallas Howard vezette volna John Favreau. Hogy Phil Lord és Chris Miller is kettő ülnek a pilóta fülkében. Nem férnek el. Úgy a menőre. Yeah. Vagy az egyik az ilyen, tudod, a droid helyén ült hátul. Ott kinéz John Favreau. Igen. Vagy olyan herzog. Jézusom.
És Klaus Kinski lett volna egy fölfestve az idéhajójára. Santa Klaus Kinski, jó, oké. Okay. És véget ért az epizód, és mi izgatottan várjuk, hogy jövő héten vajon milyen kalamaikába kerül a főszereplőnk. Jó, hát akkor... Nagyon. Most megnéztem gyorsan, hogy mi lesz az epizódnak a tartalma, és így az ötödik részben volt ugye a Chad, az újonc. A hetediknél pedig egy old rival lesz, egy régi vetélytárs. Majd próbál meg valahogy békét kötni a Mandaloriannel. Egész. De ez a rész is arról szólt, nem? Hogy ilyen régi adósságot kellett letörleszteni. Vagy régi problémát kellett megoldani. Nem tudjuk, hogy miről szólt ez a rész igazából, mert értelme annak, hogy ő miért ment oda, és azon kívül, hogy éppen pénz kell neki, de... Fiatal voltam, és kellett a pénz. Hát gyereket nevel, most mit ja, értem. Minden anyagi forrás. Hát szerintem ilyen egyedülálló fejvadászoknak gyereknevelésre nem adnak családi pótlékot. Lehet, lehet. De aki hiányolta az eddig magas szintű John Favreau forgatókönyveket, akkor most örülhet, mert visszatér, mint író. Ismét és lehet, ez... ellátogatunk a tatóira, vagy most jön az evokos rész, akkor... Igen, jön az Endor. Hát de vagy a Holiday Special-ös epizód. Ja, és van egy már olyan, látom, olyan szereplő, hogy Kyle Pacek, ez a színész neve, és ő egy Javát fog alakítani, tehát... De és ő benne lesz a nyolcadik részben is, tehát, hogy ő az új Sweepio, igen. Csodálatos. Ja, ez a Kyle Pacek, ez már vágom ki, ez. Ja. Ő a leghíresebb Java. Jó. És egyébként ez a rész most szerdán fog jönni. Gondolom a Rise of Skywalker premier miatt most betették ezt szerdára. Hát én szerdán nézem az izét is. Rise of Skywalker. Igen, csak ugye odakint 20-a a premier, vagy valami ilyesmi. Ja, ja tényleg, teljesen ezt vagyok már zavarodva. Jó, Gergő, hú, azért, mert te kaptál egy ilyen enkoros kamos verziót, és meg tudod nézni, hogy jobban előbb tudunk arcoskodni vele. De pedig nagyon büszke leszek rá. Nekem már föl van véve már a premierről. Amúgy valószínűleg akkor az újságírók látták a filmet. Biztos, hogy megmutatták már nekik, csak még embargó van rajta. Mert valami szerda reggel 9-ig van talán rajta. Aha. Vajon azért, mert szar a film, vagy azért, mert valami nagy fordulat van benne, vagy mind a kettő? Hát az összes Star Wars filmnek aznap járt le szerintem az embargója. Mindegyik szerdán. A Last Jedi-nak nem hamarabb jöttek el kritikák? Nem, az is szerdán jött ki, hogyha jól emlékszem. Meg az Ébredő Erő is. Hát meg szerintem ez valószínűleg olyan, mint az Endgame-nél is, hogy ott is, meg az Infinity War-nál is. Ugye aznapig lakat alatt voltak a kritikák, mert nyilván titkolózni akartak. A Rise of Skywalker-nél még értem is, mert ugye az Abrams az ugye szeret titkolózni, úgyhogy valószínűleg nem... Még hogyha nincs is benne valami nagy dolog, valami hiper nagy fordulat, amitől majd valószínűleg egy újságjuk fog rajtunk nyílni, de... Nem ilyen spektrösen, hogy a Palpatine az végig mindent irányított a háttérből, és hogy tudta előre, hogy mi lesz is. Hipnotizálta a Darth Vadert, hogy igazából ölje meg, és hogy utána minden új alakuljon. Meg a tudatát átültette utána egy bárkibe, nem tudom. A Baba Jodába. A Baba Joda valójában egy reinkarnálódott Palpatine. Igen. A szitek bosszújában rájött a Palpatine, hogy milyen jó is ez a test, amiben a Yoda lakott, és ezért neki is kellett egy ilyen. Igen, elirigyelte, hogy ilyen össze-vissza pattog meg, brékel a földön, úgyhogy ő is elirigyelte. Azért megnézte volna, hogy a Palpatine így pörög forrogat. Hát majdnem azt csinálta azért, nem? Vagy nem tudom, ki látta legutóbb, de én arra emlékszem, hogy CGI-ba ugrál össze-vissza, meg animált feje van a színésznek, tehát hogy borzasztó hát kínos. Ilyen dugóhúzót csinál, így ja, igen. Meg amikor a kedvencem, amit már mondtam, amikor így lök egyet a baby, a hátra esik a Darth Sidious, így röhög, és így a székbe beleesik, és így a makkos cipőjét mutogatja a kamerának. Ez borzasztó szar, szerintem. Istenem.
Hát az, az összes pálpatinos jelenet, amiben ilyen harc van. Tehát az, az egy tragédia. És a, amikor ott a, mennek a Samuel Jacksonék, hogy hívják azt? Mace Windu-ék. Mennek letartóztatni, és akkor így mindenkit így egy szúrással egy elítéz, és így ilyen kibaszott bénák ezek a Jedik. Tehát, hogy te embertelen. Hát ilyen Mandalorian szintű akciójelet volt. George Lucas ugye izgalmas kamerabejtest, tehát lerakja a kamerát egy helyre is onnan. Meg ha már itt tartunk, ugye Mandalorian kibeszéltük, tehát ilyen a szokásos Star Wars egyéb gondolatok, random, hogy bevallom őszintén, én nem szeretem a Duel of the, nem is Duel of the Fates, hanem mi a, hogy hívják a harmadik rész végén a Anakin versus Obi-Wan. Karcsán. Battle of Heroes. Battle of Heroes. Én azt nem szerettem, szerintem. Az tényleg? Ez nem olyan jó. Tudod belőle két másodperc? Mi? Tudod belőle. Nem a zene, hanem a... Ez károm volt, bocsánat. Az is most elején címre, akkor lehet, hogy fel is nem. Én nem tudom a zenét, nem a zenéről beszélek, hanem a, hanem maga a jelenet szerintem. De jó volt, hogy beégettük Gergőt. Köszönjük, Gergő, akkor ezzel lehet zsarolni akkor, hogy... Örökre felmarad az interneten. Igen, igen. Kivéve, ha ugye egy bizonyos bankszámlára egy bizonyos összeget hetente elutaz. Most szeretnéd kérni a Last Jedi pénzemet? Nem adom igen, oda, már elköltöttem Rise of Skywalker jegyekre. Gergő, azzal, hogyha a felvétel végéig kapok e-mailt, hogy új $20 Patreon feliratkozó Csábi Gergő, akkor lehet, hogy kivágjuk ezt a... Hát, nem, amúgy meg kell dicsérek, mert nem volt hamis, amit dúdoltál, tehát szép, ugye? Szép munka. Igen. Na, már nem, hogy hívják ezt, mert akkor elindítom, hogy... Ja, de hogy közben tudom, azért elmondanám, amit szeretnék, ha szabad, tehát, hogy én szerintem az nem egy jó akciójelenet, mert kurvára el van nyújtva, és túltolta ott is a George Lucas, tehát amikor ilyen kötelekkel engedeznek már a láva fölött, meg ilyen suhanó, mit tudom én, terepjárókon mennek a lávamezőbe, akkor túl van tolva az egész szerintem. Tehát, hogy nekem megint a full az CGI. Azért nem gáz, mert amúgy változatos. De tehát, nem, hogy úgy... Jó, oké. Okay. Minden irányba mozognak a karakterek, tehát föl, le, jobbra, balra, minden irányba igazából a három dimenzióban. És abban a szempontból szerintem, hogy ez tök jól működik. Igazad van, hogy hosszú, de amúgy a koreográfia nagy részt jó, bár nem értem, hogy mindig egymás mellé ütnek. Tehát, hogy sose egymásra csapnak kb. Amúgy az Anakin meg az Obi-Wan. Hát tényleg, mint hogyha azért vívnának, hogy látványos legyen, nem azért, hogy megöljék egymást. Hát ez bizonyítja az is, amikor egymás eddig pörgetik a kardokat, és így nem érted, hogy az most micsoda. Tehát, teljes agyrém, és nem tudom, hogy ül ott egy koreográfus, és azt mondja, hogy ja, én már 30 éve harcművészeteket tanulok, ez jó lesz. De egyébként most nyilatkozta ez a stunt koordinátor, hogy a legjobb, a Star Wars prequelek legjobb kardpárbaját, azt kivágták a filmből. Hát biztos rohadt jó lehetett, ahogy a droidokkal összecsap az Obi-Wan a Grievousnél. Hát igen. Nem hiszem el, hogy valószínűleg azért annyira jó, mert nem forgatták le. Tehát nem tudta elrontani a Lukász. Hát meg ezt miért most kell nyilatkozni? Tehát, én is ezt kérdeztem, miután elolvastam ezt a cikket. IGN.hu azért. Ja, a kedvenc hírem akkor is, amin Ákos emlékszem kiakadtál, IGN lehozta, hogy a Akbar admirális alakító színész megsértődött, mert Ryan Johnson azt mondta, hogy nem, hogy it's a rap, hanem it's a trap, amikor befejeződött a forgatás, és akkor ezzel megsértődött a színész, hogy gúnytűzött belőle. Tehát az teljesen abszurd, bazd meg, és ez külön hír volt, és akkor jöttek a kommentek, hogy hát igen, a köcsög Ryan Johnson. De az a... Tehát, hogy az a színész, aki az eredeti Agobárt játszotta, az igen. Benne volt a... Igen. Nézőben? Igen. Oké, bocs. Valami történt. Igen, ez benne lesz a végső. Oké, vétel is. Ez már így ez volt. Ez én elmémnek a kérdés, hogy igen, benne volt, oké. Bejött egy információ, feldolgoztam, oké. Szóval Ákos, akkor továbbra is azt gondolod, hogy ez egy ordinári nagy hülyeség. Hát. De ki szerint nem. Tehát, hogy ez most... Hát a 120 komment szerint, hogy igaza volt, mert a köcsög Ryan Johnson ez beszólt. De most félretéve bármit, hát most... Tehát Akbar admirális, ki a faszom? Tehát most... Elhiszem, hogy...
Egyszerűen, hogy kurva jól néz ki, meg úgy így, tehát így, oké, nem de néz hogy ki jól. Ő egy, hát azért a Blaha aluljáróban minden nap látok ilyen emberek. Így, hát, de mindenki szép. Lehet, ilyen Árpád admirálisokat rázol ki a cipődből, hogyha lemész az izé Blahára. De nem, bármilyen színész felháborodik ilyen fasságon, az baromság, és az Akbar admirálist játszó színész, meg most mi ez a hiszti? Tehát azért nyilatkozott ilyet, hogy ő reflektorfénybe kerüljön, és az, hogy ő ezen röhögött a stáb, és olyan szánalmasan érezte magát, komolyan mondom. Hát egy a karrierjának a csávónak, hát örüljön neki, hogy ezzel emlegetik. Jó, de hát élete végéig komikonokra járhat, és elmondhatja ezt a kibaszott mondatot. De nem tudjuk, hogy, tehát, hogy hiába, nem tudjuk, hogy néz ki, nem? Tehát, hogy akkor igen, tehát bárki lehet Akbar admirális kb. Hát Pedro Pascal igazából Akbar admirális. Pedro Pascalnak a dublőrje bújtott is bele. De nem, hát figyelj, most azért ezzel még nem aláznak meg annyira, szerintem egy Jason Biggs azért szarabb helyzetben van, aki megdugott egy almás pitét. Hát, tehát, hogy... Hát figyelj... Vagy csinálja meg ezt ő is. A Star Wars rendezők ekkora terror alatt tartják a színészeket. Tehát John Favreau is üvöltözött a Werner Herzoggal, aki sírt, meg most a Ryan Johnson is megalázta a Dagmar admirális, tehát ezek ilyen beteg állatok. Tehát így élik. Ja, tényleg a Werner Herzog is azért sírt, nem megalázta a John Favreau-t. Nem azért, mert elérzékenyült a Baba Yodát. Átott a stáb, és így mondjuk azt, hogy a Baba Yodát volt. Ja, mondjuk azt, igen. Nem kéne egy per még, mint a Werner Herzog akaszt a nyakunkba, hogy elperdi az elsőszülött fiú gyermekünknek a bal fülét. Mi a fasz? Szerintem a Herzognak ilyen követelései lennének, ahogy valószínűleg. Sanszos. Jézusom. Vagy az, hogy rendezhessen egy epizódot, és meg is írhasson egyet. Én továbbra is azt tartom, az nem feltétlenül nem baj. Biztos, hogy nagy esemény lenne. Hát az epizód az valami ellen. De mi lesz, hogyha úgy elfelejtik az egész évadra, az egész Herzog karaktert, meg a Baba Yoda rejtét? Akkor nagyon mérgesek azt. Szerintem mindenki lesz szarja, aki szereti ezt a sorozatot, persze, az a baj. Nekik annyi kell, hogy a Mandalorian sétáljon, meg lövöldözön a... Star Wars hangulat? Star Wars hangulat, igen. Stágítja az univerzumot. Jó. Meg az én agyamat. Ja, hát az mindenképpen, meg Eket igazából. Hát plusz 2 óra tartalom fel, vagy kerül fel miatta mindig a YouTube-ra, legalább. Minden héten. Neki munkát ad, igazából. Igen, a YouTube content gyárosok fizették le a Disney-t, hogy csináljon egy ilyet, hogy legyen miről beszélni, legyen tényleg minden nap, minden héten új videó. 10 dolog, amit nem vettél észre a Mandalorianből. Easter egg, és piros nyilak mutogatnak, hogy ott. De ma reggel látta egy olyan videót, hogy 101 fun fact a Rise of Skywalkerről. Mi? A Rise of Skywalker. Ami még meg se jelent, de már fanfactek van. Szerinted az mennyire az év dolgozója, aki 101 dolgot össze tudott szedni arra? Hát de ez ilyen, hogy ilyen lesz, hogy érted. Kamerával vették fel. John Williams írta a zenét. A piros gombot kellett megnyomni. A színészeket kifizették. Szöveget kellett tanulni. Papírról. Igen. J.J. Abrams visszatért. Háromszor kellett elolvasni a szövegét John Boyegának, mire azt mondta, hogy ez szar. Amúgy emiatt félek egy kicsit a Rise of Skywalker-től, hogy ugye ugyanúgy J.J. írta a forgatókönyvet, és ahogy a Force Awakens-nél, és a Force Awakens-ben borzasztóak a párbeszédek. Én nem értek egyet, szerintem tök jó. Rettenetesen összefüggéstelen hülyeségeket tudnak összefordani abban a filmben. Nekem pont azt tűnt fel, hogy végre a prikvelek után így normálisan van megírva egy Star Wars film. Jó pattogós párbeszédek vannak abban, szerintem tök jó. Szerintem de. Borzasztó. Oké. Ez egy nem várt. Hát ez a Lawrence kezd, nem biztos. Ja, ő se tud írni, ugye. Ja, de majd a Kriszterió most megmenti. Kriszterió olyan cuki volt azon a panelen, ami most volt a Rise of Skywalker-ről, és hogy... Valaki tudta a nevét? Nem, hanem hogy Abrams mondta, hogy Kriszterió egy dicsértet, egy nagyon kedves szavakat mondta egy percben, és mutatta végig a kamera őket, és így mellett ült Kriszterió, és így látod rajta, hogy mindjárt elbőgi magát. Oh, megtartó. Stop it, you! Continue. Csak befingott az Abrams, és próbálva. És mennyire értette a Colin Trevorrow-t? Mert ő is kap írói kreditet,
kap írói kreditet. Jó, a J.J. Abrams az mindenkinek mindig a barátja, tehát ő soha semmi rosszat nem szól. Ledgerát is csak ilyen eltartott kis ujjal fikáztat, tehát én nagyon óvatosan, hogy nem biztos, hogy az volt a legjobb irány egy a Star Wars rajongóknak, nem valami ilyesmit mondott. Tehát, hogy... Nem csak, hogy nem ért egyet bizonyos döntéseivel, azt hiszem azt mondta, talán. Meg most volt a héten az Adam Driver interjú, azt nem tudom, láttátok. Igen, azt, igen. És akkor így mondja, hogy Force Awakens and the second one. Jó. De azért, mert Adam Driver nem nézi meg a filmjeit. Nem, egyébként igen. Talán nem nézi meg. Meg tehát erre lehetne mondani azt, hogy ő nagyon szorongva érzi magát sajtó körútokon, és ezért nem is, azt hiszem, a Last Jedi, de nem is vállalta. Most a Rise of Skywalker-en úgy láttam, igen. Megnyugodtam. Ez az. Én is. Hát tehát az emberek nem becsülik meg, hogy a világ egyik legjobb színésze jelenleg a Star Wars, van a fő gonosz. Tehát ezt én most hiszt is picsa, tehát hogy ennyi a komment általában. Ja. Ami szerintem a világ történt, tehát hogy a legjobb dolog, amit egy mainstream blockbuster franchise a fő gonoszával el tudtak követni. Egy hiszt is tini lett, bazd. Hát azért az nem egy Darth Maul, tehát azért karaktermélység. Ja, tehát, nem piros a feje. Nem piros a feje, meg nem olyan dupla lézerkard. Meg nincsen rózsatövis még a fején mellé. Tehát tök jó. Ja, nincsen rózsatövis nélkül. Egyébként ezt ugye csak nektek küldtem privátba, de imádtam a George Lucas interjút 99-ből, hogy amikor azt nyilatkozta, hogy mivel úgy is tudta, hogy a rajongók elkezdenek majd teorizálni, hogy a Darth Maul biztos, hogy nem halt meg, hogyha csak lerúgja abba a üzébe, szakadékba, azért direkt ketté vágatta, hogy ezzel minden kétséget eloszlasson, hogy biztos, hogy meghalt a Darth Maul, és biztos, hogy nem fog visszatérni. Erre mit látunk? Ron Howard szóló, és akkor visszatér. És akkor beindul az zene, és előveszi a lézerkarját, csak hogy mindenkinek leesse, hogy ez a Darth Maul. És akkor George Lucas pedig csak, tudom. George Lucas az nagyon-nagyon mérges volt. De szerintem nem. Tehát amikor ezt nyilatkozta, akkor szerintem nem, tehát most már lesz arra, most otthon ül és számolja a pénzét, és kész. Tehát, hogy akkor még lehet, hogy érdekelt egy kicsit a sorozat, vagy úgy. De nem tud otthon ülni, mert minden egyes Star Wars projekthez berángatják. Járt a Mandalorian forgatásán is, járt a Force Awakens-nél, azt hiszem mindegyiknél. Micsoda? Ezt egy IGN cikkből tudod? Igen, persze, hogy onnan tudom. Sőt, ő még a Trónok harcának a forgatásán is járt. Tehát csávó azért túl nézik, mint a Hideo Kojima. Gazdag nyugdíjas, hát most nem tud mit csinálni. 6,4 milliárd dolláros vagyona van, ezt most nézem. Tehát csak be tudja fizetni magát egy útra, hogy beengedjék. Tehát... A végén kiderül, hogy nem is a Vesz meg a Benioff Bastard az utolsó rész. Ja, igen, a George Lucas. George Lucas ott volt, és így ötleteket adott, hogy... Igen. Hogy kéne cégézni a... Teljesen feleslegesen. Daenerysnek a haja nem áll elég jól, CGI-jal javítsuk már ki. Igen, tegyük be ide még két sziklát. A háttérben még Gangen hadsereget tegyük be az éjkirályhoz. Sőt, a sárkányoknak nincs elég melbimbója, azt is ki kéne pótolni. Ez a Joel Schumacher rendezte epizódomat. Jó, hát akkor szerintem az elmúlt 15 percben sem értelmesen nem beszéltünk, de hát ahogy a Mandalorian se egy azért egy matyó hímzés, úgyhogy mi is igazodunk ehhez. Mandó hímzés, úgy érted? Mandó hímzés, ezt a poszterre ki kell írni. De én még szeretnék annyit elmondani, hogy örülök, hogy még nem indult be a toxikus internet hisztéria, ami valószínűleg majd 5 napon belül meg fog történni. Én azt tippelem, hogy Rise of Skywalker legalább egy Last Jedi-hoz méltó hisztériát fog kiváltani. 100 millió cikk, komment, és soha nem fogunk szabadulni ettől. Tehát amikor még 2012-ben vagy 2003-ban bejelentették, hogy ugye új Star Wars filmek készültek, akkor én ennek tökre örültem, meg úgy vártam, meg reménykedtem, de most már hogy elvette a kezem. Igazából az internet elvette a kedvem az egésztől, de hogyha mondjuk ettől így távolabb állok, és megpróbálom csak a filmet nézni, akkor még akár jó is lehet. Én az tényleg most beszélünk utoljára úgy, hogy nem láttuk még a Rise of Skywalker-t. Ezután minden más lesz. Még nem tudjuk Palpatine szerepét, meg hogy mi lesz a
a nagy lezárás. Hát kiadtak egy klippet. Ami nagyon spoilers. Biztos megnézem, az meg 5 nappal a premierről. Mi a fasz? És Kylo Ren is meghegesztette a maszkját. Szerintem a Rey-t. Hát nem, a Rey-t heggeszti majd meg a Kylo... Bocsánat, nem. De, de ja, nem. Én... Már így most esetben olyan, hogy 3 nap múlva lesz a premier, de így annyira amúgy nem vagyok beszarva. Mint kell. Nagyon. Te én nagyon? Én nagyon. Hát én attól vagyok beszarva, hogy rossz lesz. Mert a rossz, hát, lesz, rossz biztos akkor... nem lesz. Hát, biztos de nem te lesz. Mondtad, hogy a kiszivárgott izék azok elég. Hát, azok elég? Tehát az ne legyen. Én azért reménykedek benne, hogy az nem lesz, mert direkt visszaolvastam, elvileg ezek a leakek a többi filmeknél se jöttek be. Maximum az 1%-a, tehát az alap, de hogy így a lényeg az nem jött be a filmekbe. Úgyhogy én nagyon reménykedek, hogy ebben a filmben igazából nem lesz Palpatine meg ilyen. Tehát ez csak valami JJ-féle mystery box trolloló marketing anyag. Igen, azért szerintem az... Tehát attól függetlenül, hogy milyen lesz mondjuk effektív a film, ténylegesen, azért szerintem az sokat számít, hogy J.J. Abrams az mit csinált, tehát hogy most tényleg lehet, hogy szar lesz a film, de gyanítom, hogy azért valami meglepetés, vagy valami fordulat biztos, hogy lesz benne, tudti, hogy azért trollkodott valamit az előzetesekkel, meg az egész kampánnyal, tehát hogy vagy nem lesz benne Palpatine egyáltalán, vagy valami olyan módon lesz, amire azt mondott, hogy jó, van, bazd meg J.J., hogy ez mondjuk jó lesz-e, vagy nem, az egy másik kérdés, de én már tényleg ott tartok ezzel a franchise-zal is, hogy igazából már nem is azt számít különösen, hogy mit csinálnak, hanem hogy csinálnak valami olyat, ami meglepő, vagy amire nem számítok. És mondjuk ilyen szempontból örülök igazából az Abramsnek, mert... Neki sikerült a Force Awakens, most nem az új remény még, de hogy ott tényleg behozott egy Kylo Ren-t. Igen, igen. Behozott olyan rejtélyeket, amik felcsigáztak. Rejtély! Igen, ez 4 éve volt vicces. Vagy már önmagunkat remékeljük? Igen. Nem, de ezért mondom, hogy érted ott is, jó, lehet, hogy maga a rejtély az nem igazán működött, vagy nem annyira érdekes, hogy nem volt kitalálva, vagy mit tudom én, de egy valami olyan volt, amire nem számítottál a Star Wars-tól. Vagy mondjuk pont igazán mondjuk a Kylo Ren, ami leginkább ilyen. Megvette Kylo-ra. Most tényleg el kell tenni az összes vicc. Igen, ez összes. Ha már lejárt poénok. Igen. Na, amúgy én azért vagyok furcsa, vagy állok furcsán ez, mert JJ nem sokszor szokta megválaszolni a saját rejtélyeit, tehát általában mindig feldobja őket, a Lostnál is ott kitalálta az alapsztorit, meg mit tudom én, meg így a többi filmnél is így, meg az Ébredő erőnél is, és nem láttuk még sose, hogy ő mihez kezd a saját rejtélyeivel. Nyilatkozta is, ugye megírta az IGN, hogy JJ Abrams saját bevallása szerint nem nagyon tud lezárni történeteket, tehát hogy ez mindenképpen egy érdekes dolog lesz, hogy mikor láttunk olyat, hogy J.J. Abrams valamit befejezte. Tehát mondjuk Super 8-nak mondjuk volt vége, tehát hogy véget ért a film, meg... Levet a stáb, nem azon ülünk azóta is. Igen, hogy meg Mission Impossible 3 mondjuk, tehát az is úgy véget ért, tehát hogy... De nem tudjuk, hogy majd tényleg egy ilyen... Mert azért, és akkor lassan már tényleg befejezhetjük, mert úgyis fogunk erről beszélni majd, hogy ugye a Rise of Skywalker-nek nem csak a 7-8-9-et kell lezárni, hanem azt ígérjük, hogy az egész Skywalker szágának a vége lesz, tehát a bajós árnyaktól kezdve. Tehát, hogy ezért azért én nem irigylem őket, ráadásul ebben elég kevés idejük volt így forgatókönyvet, mert ugye kirúgták a Colin Trevorrow-ékat, tehát hogy viszont a premier az azt hiszem nem lett módosítva. Az amióta tudjuk, azóta 2019 karácsonya. Tehát, hogy pont szerintem ennél a sztorinál, meg ennél a forgatókönyvnél nem ártott volna, hogyha van idejük tényleg leülni, és akkor logikusan átgondolni, hogy akkor mit hogyan csináljunk, és nem csak egy kapkodva a Justice League forgatókönyvírójával valamit összehozni. Úgyhogy az a Chris Terrio egyébként, tehát ő, meg a Batman v Superman, tehát... Meg az Argo! Hú, ott is a szövegkönyv, az kurva jó volt. Miért? A Tibi bának tök jó szövegei volt. Igen, persze, igen. Túl egyértelmű. Ez... Nagyon? Nem. Jó, leesett a poét.
Na hát akkor ezzel a gyengéske poénnal zárjuk. Jó, megkapatom. Nem gyengéske poén, hanem Gáspár poénja. Gáspár ritkán poénja, hogy ez egy jó végpont. Így van. Köszönöm. És akkor szeretném megköszönni a kedves hallgatóknak, hogy ezúttal is velünk tartottatok, ezúttal is megnéztétek ti is a Mandalorian legújabb epizódját, és átététek velünk ezt a hatalmas kalandot az űrben. Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, úgyhogy itt az idő minél gyorsabban lezárni a műsort, mielőtt elveszik a felvétel. Még egyszer köszönöm, hogy velünk tartottatok, jövő héten újra jelentkezünk, addig is pedig köszönöm Gergő ismét, hogy itt vagy, itt voltál és itt leszel. Reméljük. És jövő héten Leninnek fogunk hívni. Így van. És akkor Ákos, neked is köszönöm, hogy még nem kaszálhatod el a sorozatot. Úgyhogy nagyjából ennyi minden. Köszönök Istennek, édesanyámnak, hogy meg J.J. Abramsnek, Kathleen Kennedynek. Kathleen Kennedynek, Disney Plusnak, és a jó Istennek, hogy megteremtett erre a világra, hogy Mandalorianről beszélhetek egy közepesen népszerű magyar podcastben. Addig is. Jó, optimista vagy. Sziasztok, hello. Sziasztok. Sziasztok.